Debrecenben zárta az alapszakaszt a Sunshine Nyikse. A több játékosát is nélkülöző nyíregyházi együttes már az első negyedben jelentős hátrányba került az Itzel Tigrisekkel szemben, és a különbség a mérkőzés végéig meg is maradt a két csapat között. Kovács Tibor együttese így 10 győzelemmel és 10 vereséggel az 5. helyen végzett a 11 csapatot felvonultató mezőnyben. A keleti csoportban a Szigetszentmiklósi BKG Prímese zárt az első helyen 19-1-es mutatóval. A nyíregyháziak 3 helyet előreléptek tavalyi helyezésükhöz képest. Ez a második évünk az MB2-ben, aminek nagyon örülünk, hogy úgymond felkarolták ezt ebben a sportágban az MB2-es csapatot is, és van olyan lehetőség a kosarasoknak, akik nem jutnak az MB1-be, vagy valamilyen oknál fogva nem ott szerepelnek, munkahelyi tanulmányi elfoglaltságok miatt, de van kosárlabda élet Szabolcsban, ez a legfontosabb. Tavaly elindultunk, most ebben az évben már azt tűztük ki célul, hogy lépjünk előre a tavalyi 8. helyezéshez, képest az alapszakaszban ezt már maximálisan teljesítettük. Én azt gondolom, a fentlét, illetve hát az előrelépésnek az állaga ez, hogy működünk, megyünk, csináljuk, és kisebb-nagyobb eredményekkel, de van kosárlabda ilyen szinten is a megyében. Összességében, mint minden sportember, azért mindig van hiányérzete az embernek. Több mérkőzésben benne volt a jobb szereplés, a győzelem, és azzal inkább egyen lettünk volna előrébb, a 3. hely alapszakaszban nem lett volna meg úgysem. A Sunshine Nyikse együttese a legjobb 4 közé jutásért a 4. záró Zicser Tigrisek ellen lép pályára. Aki a sportágban benne van, tudja, hogy Debrecenben elég nagy a merítési lehetőség, sok utánpótláskorú játékos van, MB1-B és MB2-es szinten, nagyon sok tehetséges játékos van, akik MB2-ben szerepelnek most, nagyon kellemetlen és nagyon ügyes ellenférről van szó. Alapvetően, amit említettem, az alapcél az teljesült. Előzetes talán riportunkban már én említettem, hogy személy szerint is, illetve hát a csapatban is azért nagyobb étvágy van. Maximálisan szeretnénk a 4 közé jutni, és kimondottan dobogóra. De benne van az is, hogy ez nem sikerült, mert a vereséget is el kell fogadni, ha esetleg adott szituációban jobb ellenféltől, meg jobb formában lévő ellenféltől kapunk ki, de cél a 4 közé jutás kimondottan is. A két csapat először március 5-én Debrecenben találkozik egymással, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik Nyíregyházán, a Bánki tornacsarnokában.